I look crusty AF. Középen van az a választásom? És fókuszban vagyok? Szerintem nem. Ez jó. Hello! Oh. Excuse me! Azt nem sikerült megjavítanom. Nem 100%. Nem tudom, mire rakjam a kamerát. Még mielőtt belekezdenénk a videóba, meg szeretném köszönni az elképesztő mennyiségű támogatást, amit az elmúlt egy hétben kaptam. Hogyha valaki ugye nem tudná, Humusznak volt egy balesete és eltört a lába, és 3 napot az állatorvosnál kellett töltenie, és ugye elég drága lett az ára az állatorvosnak, mert sajnos ez a mi hibánk, de hogy nem kötöttünk rá még biztosítást. És 2000 font volt ugye az összes eljárás, és ugye a Humusz az én cicám, de én 15 éves vagyok, ezért ennyi pénzem nincsen. Ezért a szüleim voltak olyan kedvesek, hogy kifizették, viszont megígértem nekik, hogy ahogy lehet, belesegítek, ezért elindítottam egy GoFundMe-t, és 300 fontot gyűjtöttünk, azt hiszem, ami számomra elképesztő, és rengetegen megosztottátok, szerintem ilyen több százan tényleg, amiért elképesztő hálás vagyok. Hogyha még mindig szeretnél esetleg hozzájárulni Humusz gyógyulásához, akkor be fogom rakni a GoFundMe linket a leírásba. De igen, szóval csak meg akartam köszönni, hogy ennyire támogattatok. Tényleg szavakban nem tudom menteni, hogy mennyire hálás vagyok. Szóval, a mai videó igazából egy ilyen napi vlog / hogyan turkálok Londonban videó lesz, mert ugye szerintem már beszéltem arról, hogy idén nagyon nagy prioritásra akartam tenni azt, hogy sustainable-abban vásároljak. Szóval ugye turkálás, second-handy dolgok, meg ilyesmi. És ezen a héten nyitottak ki a boltok, beleértve a turkálók is, illetve ilyen charity shopok, mert inkább itt azok vannak, nem ilyen nagy turkálók. Szóval gondoltam, elmehetnénk néhányba. Szóval igen, ezeket terveztem, viszont mielőtt így belekezdenénk ebbe a videóba, vagy nem tudom, meg akartam mutatni néhány dolgot, amiket Vintiden vettem. Nem szponzorált videó, vagy ilyesmi. És nem is tudom, hogy ez elérhető Magyarországon, de ez lényegében egy olyasmi app, mint a Depop. Csak az a legnagyobb különbség, hogy itt az emberek tényleg el akarják adni a dolgaikat, és nem annyira arról szól, hogy profitot csináljanak a dolgokból, amiket eladtak. Ha ennek van értelme. És elég sok mindent vettem az elmúlt pár hétben. Szóval gondoltam megmutatom őket, mert ugye ez is egy ilyen sustainable source. Viszont a legtöbb szennyesben van, mert berakom őket a szennyesben mindig, amikor megjönnek. Az első dolog az ez a póló egyébként, ez egy ilyen XL-es Beatles-es póló, ezt csak alvásra vettem. 1 font volt. Szóval először is vettem ezt a nagyon aranyos, ilyen argyle mintás rózsaszín és barna pólót, ami egyszerűen nagyon-nagyon jól néz ki. Ez elég drága volt, hát illetve nem elég drága volt, de hogy a Vintithez képest elég drága volt, ilyen 10 font volt. Aztán vettem egy ilyen kötött mellényszerűséget, ami zöld, fehér és fekete. Ez is nagyon-nagyon aranyos. Aztán vettem egy ilyen tigris mintás miniszoknyát, ez 5 font volt. Aztán vettem egy virágmintás hosszú szoknyát, ilyen maxi skirtet, ez 3 font volt szállítással együtt. Aztán vettem egy sima ilyen fekete szatin hosszú szoknyát, ez 4 font volt szállítással együtt. Aztán vettem egy 4 éves kisfiúkra való garbót, ami nagyon-nagyon tetszik, elképesztően jó. És az 5 font volt szállítással együtt, valamint vettem egy push-up melltartót, de azt nem fogom megmutatni. Anyway. Valamint vettem egy kisfiúkra való Nike pulcsit, ami 9 font volt szállítással együtt, de még nem jött meg. Szóval, ja, ezeket vettem. Utána olvasok, hogy ez működik a Magyarországon, vagy nem. De hogyha nem, akkor vannak hasonló helyek. Például a gardrób csere, meg ilyesmi. Tudom, hogy azok nagyon jók. És megelőzzek, aztán elmegyünk. Arra próbálom... Bocsánat. Szóval, arra próbálom rávenni a szüleimet, hogy menjünk el a legnagyobb charity shopba. Ez egy ilyen cancer research charity shop. És én 1 órára, vagy 1/2 órára van innen, szerintem megnézem. Csak már akkor nem kellene ilyen több kicsi boltba menni, mert ez egy ilyen hatalmas hely. Hallottatok arról, hogy a Zac Efronnak plastic surgery-e volt, vagy nem tudom. I mean, his body, his choice. Nem is tudom, hogy ez igaz egyáltalán. Kicsit úgy néz ki, mint hogy megverték volna. 1 órára annyira van innen. Nem tudom, hogy
rá tudom-e őket venni, hogyha igen, akkor oda megyünk, hogyha már nem, akkor a mi utcánkon is van jó pár charity shop, és akkor oda nézünk el. A legnagyobb ilyen charity shop stíle, amit eddig találtam, az egy... Pú, de fáradt vagyok, basszus! Az egy ilyen Juicy Couture felhúzható pulcsi, 250-ért vettem. A Linával beszélgettem, és azt mondta, hogy Debrecen... Miskolc? Vagy Debrecen, vagy Miskolc, majd megkérdezem. Van egy ilyen túri elvileg, ahol nagyon sok Juicy Couture-t lehet kapni. Tök olcsó, szóval esetleg, hogyha a környékén laktuk, akkor nézzétek meg. Mondjuk nem hiszem, hogy sokat segítettem most ezzel, mert nem mondtam semmilyen konkrét információt. De igen. Oké. Fit check. David Bowie-s gyerekpoló. Uniqlo-s barna farmerhó. És a lábujjaim, meg a sminkjeim. Most már olyan gyakran dugul be a fülem. Na mindegy. És még lehet, hogy felveszem hozzá a fekete bőrdzsekimet. Vagy a puffer kabátomat, attól függ, hogy milyen az idő. Meg a platform konverzemet fogom vele felvenni. Ja, és ékszer. A fókuszá? Nem tudom. Na mindegy. A deepbos lánc. A Black Lives Matter-ös karkötőm, a Corfus karkötőm és a gyűrőim, amit minden nap hordok. Meg ugye az amazonos sárga napszemcsim. Nem tudom, hogy felkössem a hajamat, vagy még egy napig kibírja így. Szerintem rakok bele egy kis száraz sambont, és úgy jó lesz. Képzeljétek el! Néhány fiú megtalálta a suliban a YouTube csatornámat, és most folyamatosan írogat meg nekem. Célibilis. Néhányan egyébként lehet, hogy láttátok egyik nap, lányokkal voltam és live voltam. És azt hiszem, őket is felhívtuk. Nem vagyok 100%-ig benne biztos. De hogyha valakinek van tippje arra, hogy hogy ignoráljam őket, akkor let me know. Egyébként milyen jó már ez buló. De igen, most jön az a procedúra, hogy meggyőzöm a szüleimet, hogy érdemes egy órát kocsizni, hogy egy turkálóba elmenjünk. Wish me luck. And I'm getting desperate as hell. Can't you tell? Self-esteem is like I fell down a well. And my ex, I'm not allowed to say her name. Quiet. It's a shame. If I did, I think you know that I've changed. But I guess I'll always be the person that I used to be. Quick to brush it off if it don't satisfy my selfish needs. My yoga teacher's gonna regret being mean to me. Cause I've been listening to Goblin unironically. That's not a threat, I just get upset. My brother can't reply to a goddamn text. Damn. Anyways, what more is there to say when I feel like shit, like every fucking day? These days, all I do is just wasting time. Just wasting time. These days, I find it really hard to change my mind. Change my mind. These days, all I do is just wasting time. These days I find it really hard to change my mind. Hola, Ninos! Visszaértünk. Végül nem a hatalmas charity shopban mentünk, hanem így a town centerbe, és ott néztünk meg a charity shopokat. De így is találtam pár dolgot. Igazából nem ilyen fancy zacskóban adták. De meg fogom mutatni ezt a pár dolgot, amit vettem. Az első dolog az ez a wrap skirt. És ilyen kis elefántok vannak rajta. És azt gondolom, hogy ez nagyon aranyos, meg az ilyen minták most nagyon menők ezen a nyáron, szerintem. Vagy hát az a menő, amire azt gondolod, hogy menő, szóval. De igen, szóval nekem nagyon megtetszett, és akár mekkorára lehet összecsatolni, kötni. Ja. Ilyen színű ruháim egyébként nincsenek igazán, szóval ebből a szempontból is tetszett. Meg mindent úgy vettem, hogy ha nekem nem jó végül, mert nem lehet, hogy felpróbálni őket, akkor el tudom adni. A következő, ez az ilyen tie-dye-os trikó dolog. Nem tudom, hogy még mivel fogom ezt felvenni, vagy hogy szétvágjam, és egy ilyen kettes szettet csináljak belőle, vagy valami. De nagyon-nagyon megtetszett, és 2 font volt, szóval nem akartam ott hagyni. Barbados. Ezt tudnom kéne, hogy kell mondani, nem? Onnan van, elvileg. És ezen rajta van még a festék, szóval ezt ők csinálták. Ez nagyon menő. Én sosem tudnék ilyen tie-dye-t csinálni otthon. De ez XL-es, szóval mondom, ki kell még találni valami, mert hogyha így menném fel, akkor szerintem eléggé revealing lenne, és nincs mit revealelnem, szóval.
A következő az ez az ilyen zebra mintás bikini cover-up. Ez se az én méretem, hanem jóval nagyobb, de hát ez nem számít ilyen bikini cover-upoknál. Azt gondolom, hogy ez tök jól fog kinézni. És igen, nem igazán tudok semmit mondani erről. Ez is elég drága, olcsó volt. A következő az ez a szaknya, ami ilyen Hawaii mintás, mert ezen a nyáron ez most trendy. Szóval, amikor megláttam, akkor rögtön megtetszett, és pont az én méretemben volt. Elég egyedi, semmi hasonló nincsen. A következő dolog, amit vettem, az ez a... Az ez a leopard mindás flare legging. Ez a Pretty Little Thing-től van eredetileg, szóval nem a legjobb minőség, de úgy gondoltam erre is. Szóval erre is azt gondoltam, hogy ha nem jó, akkor el tudom adni. Igen, igazából csak az anyaga nem igazán tetszik, így kicsit ilyen műanyagos. És a kedvenc dolgom, amit vettem, azt lent hagytam, szóval gyorsan lemegyek érte, aztán megmutatom. Szóval ez az ilyen vintage it-is pulcsi. Milyen jól nézt már ki? Ilyen világos szürke, és ugye rajta van az it. Anyway, a XS-es viszont tökéletes, és kicsit ilyen moknek-szerű, szóval tökéletes, szerelmes vagyok ebbe a pulcsiba, és ahova bementem, mindent már átnéztünk, és már éppen menni akartunk, és akkor bukkantam rá, szóval... De igen, még mondani akartam, hogy megpróbálok majd jó magyar turikat belinkelni a leírásba, vagy nem belinkelni, hanem odaírni, mert tudom, hogy vannak, és azt is tudom, hogy én nem tudtam őket, hogy hol vannak. Viszont holnap elmenjünk valószínűleg a hatalmas turival, mert ma senkinek nem volt kedve, de arra rávettem őket, hogy holnap elmenjünk, szóval... Stop! It's actually not funny. The next day. Good morning! Szóval, ugye ma megyünk abba a hatalmas turkálóba, vagy hát ilyen charity shopba, és úgy volt, hogy 9-kor indulunk, és most már Alexa, what's the time? The time is 10:19 a.m. Szóval már elmúlt 9 óra. Egyébként bocsánat, hogyha látjátok a szennyest a zsarokban. Szóval kicsit sietni kell. You are me. I'm not your baby. I'm not your boo. I'm not a teeny. Látjátok ezt? Ki kéne hegyezni a szemtörúzámat. Egyébként felvettem az it-is pulcsit, meg egy sima farmert, és igen, csak valami kényelmeset akartam felvenni, szóval kész van a smink, és a gyűrűk. Írjátok meg kommentbe, hogy az iCarly-t vagy a Victorious szeretitek jobb. Victorious? Így mondják? Tudom, hogy ez nagyon random, csak elkezdtem most az iCarly-t nézni, és rájöttem, hogy sokkal szimpatikusabb mindenki benne, mint a Victoriousban. Viszont a legtöbb ismerősöm jobban szereti a Victorious-t. Kilátszik, mert egy trikó van alatt, és félem kilátszik, szóval lehet, hogy ezt átveszem. De igen, szóval most fogunk elindulni, és majd találkozunk, ha odaértünk. Vagy a kocsiban, nem tudom igazából. Összerúzsoztam. These days all I do is just wasting time. These days I find it really hard to change my mind. Said to forget that I'm living my own life. Letettem a hajcsatomat. Visszaértünk a hatalmas turkálóból, és nagyon jó volt, mert nagyon olcsó volt. Mert tegnap is elmentünk a barátnőmmel ebbe a fajta charity shopba, de két dolgot vettem tegnap, és 12 fontot fizettem, most meg 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolgot vettem, és az is 12 font volt. De meg is mutatom, hogy miket vettem, mert elég jók. Szóval az első dolog az ez a táska, ami egy ilyen barna handbag, ilyen közepes méretű. Már tök régóta keresek egy hasonlót, és 2 font volt, és még rajta van az eredeti címke is, szóval senki nem használta ezelőtt. Nagyon ilyen kis 2000-es évekbeli, szóval nagyon tetszik. A következő, az az a trench coat, amit 3 fontért vettük, nagyon durva, és egy nagyon picit nagy rám, de nem is baj, mert így jó az anyukámra is. Igen, nagyon jól néz ki, ilyen krém színű, egy csíkban vannak a gombok, tökéletes, és már nagyon régóta keresek így, mert egy ilyen casual streetwear outfit,
Ó, de rosszul mondtam ezt. Egy ilyen casual, mindennapi outfitet tökre fel lehet tuningolni egy ilyennel. A következő az egy 5 évesekre való Tommy Hilfiger póló, ami 1 font volt, szóval nagyon jól néz ki igazából, sötét kék és lábon írva, hogy Hilfiger. Az a guilty pleasure, hogy imádom a gyerek ruhákat, mit mondjak. Sorry. A következő az egy 9 évesekre való short. Nem tudom, hogy ez jó lesz igazából, hogyha nem, akkor eladom. Ha meg igen, akkor megtartom, de 1 font volt, szóval gondoltam, hogy megpróbálom, hiszen pont olyan fazonja van, amit én már régóta keresek, és egyébként elég gumis az öve, karimája, pántja, dereka. A dereka. Szerintem jó lesz, de majd meglátjuk. A következő az egy ilyen 13 éves fiúkra való póló, és az is 1 font volt. És az van ráírva, hogy The Unstoppable Sex Machine. Nem tudom, igazából csak nagyon megtetszett, és sok mindennel fog jól kinézni, mert elég ilyen egyszerű. Vagy akár aludni is tudok benne, de nagyon megtetszett, mondom. És az utolsó dolog pedig ez a blues, mivel ugye most elég ilyen mencik az ilyen Hawaii minták, meg az ilyen virágos minták, meg ilyesmik. Ez 3 font volt, szóval ez is elég olcsó. Kicsit úgy néz ki, mint a magyar népmeséknek az intrója. De igen, szóval ez is egy mondjuk egy ilyen fekete vagy fehér miniszoknyával nagyon jól fog kinézni.